Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 254. dicséretnek énekeljük az első 5 versét, így kezdődik a dicséret, mindenkoron áldom az én Uramat. Mindenkoron áldom az én Uramat, kitől várom én minden oltalmamat. Benne vetem minden bizodalmamat. Mindenkoron dicsérem, mint Uramat. Igen, vígad és örvendez én lelkem, az Istennek segedelmét, meghallják azt örvendem. Vigadjanak Istenben, arra intem. Én mikoron Istenhez kiáltottam, kegyelmesen tőle meghallgattattam. Ő általa hamar megszabadultam, háborúságimban is megtartottam. Lám Istennek angyala, mint tábortyát, az Isten félő emberek körül jár. Az Istentől azért kioltalmat vár, utaiban mindenütt az nagy segítségül azért Istent hívjátok, ő jó voltát kóstoljátok, lássátok. Igen, nagy jó, azt bizonnyal tudjátok. Benne bízó emberek, mint mennyei atyánk, köszönjük, hogy mindenkor áldhatunk téged, így ezen a reggelen is, ahogyan megtettük ezt a tanévnek olyan sok reggelén, egy-egy hét kezdetén. És köszönjük, hogy áldhatunk téged életünk minden percével is, akkor is, amikor éppen nem énekkel és imádsággal fordulunk hozzád, hanem hittel éljük a hétköznapjainkat, és a te jelenlétedbe bízzuk azokat a dolgokat, amik foglalkoztatnak bennünket. Így jöttünk ma is eléd a bennünket foglalkoztató dolgoktól, így tesszük szabaddá most a kezünket, a szívünket, a szemünket, hogy csak rád figyeljen, és így nyitjuk meg előtted a szívünket, hogy megérthessük ezen az áhítaton is a te akaratodat és a te igédnek üzenetét. A pünköstkor kiáradt Szentlélek áldásával kérünk, hogy jöjj hozzánk, és tedd áldottá neked szentelt perceinket. Ámen. A Királyok második könyvéből, az 5. fejezet 10. versétől olvasom a múltkor megkezdett történetünk folytatását, a 10-től a 14. versig terjedően. Királyok könyve 5. részéből így szól az íge. Elizeus egy követet küldött hozzá, mármint Naámánhoz, ezzel az üzenettel. Menj és fürödj meg 7-szer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Naámán azonban megharagudott, elment és így szólt. Én azt gondoltam, hogy majd kijön, elém áll, és segítségül hívja Istenének, az Úrnak a nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen, és kigyógyít a bélpoklosságból. Hát nem többet érnek el Damaszkusz folyói,
az Abáná és a Parpar, Izrael minden vizénél. Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak. Azzal megfordult, és haragosan távozott. Szolgái azonban odamentek, és így szóltak hozzá. Atyám, ha a próféta valami nagy dolgot parancsolt volna, azt megtennéd, ugye? Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Lement tehát, és megmerítkezett 7-szer a Jordánban, az Isten emberének a kívánsága szerint, akkor újra tiszta lett a teste, akár egy újszülött gyermeké. Amen. A rabszolga kislány óhaja valósággá válik, és az úr, akinek szolgál, Naámán, megérkezik Elizeus próféta házához. És úgy érkezik meg oda, hogy egészen konkrét elképzelése van arról, hogy hogyan fogja őt meggyógyítani a próféta. Úgy gondolja, hogy kijön a házból, elé áll, elmormol néhány varázsige-szerű mondatot, segítségül hívja az ő istenét, és aztán a kezét végig húzva a beteg helyen megtörténik a várva várt gyógyulás. Ezzel szemben a valóság egészen más képet mutat. A próféta nem jön ki, hanem üzen, feladatot küld a szolgájával, méghozzá azt, hogy mártózzon meg 7-szer a Jordán folyóban, Naámán, és akkor majd meggyógyul a teste. Naámán borzasztóan csalódott és kiengesztelhetetlenül dühös lesz, mert nem úgy alakul ez a dolog, ahogyan elképzelte. És bár beteg ember, de mégiscsak katona, egy igazi hadsereg parancsnok, aki hozzászokott ahhoz, hogy mindig teljesül az ő elképzelése. Most azonban ebben a helyzetben kicsúszott az irányítás a kezéből. Nem tud a prófétára ráparancsolni, sem az Istenére, nem engedelmeskednek ezek neki, nem teszik meg azt, amit ő kér, hanem úgy tűnik, hogy ez a próféta és az ő Istene adják ki a parancsot ő neki, hogy mit kell neki engedelmesen megtenni ahhoz, hogy a végén meggyógyulhasson a teste. És emiatt ez a parancsnok kényelmetlenül és kellemetlenül érzi magát. Valljuk meg, hogy bár mi nem vagyunk hadsereg parancsnokok, sem magasrangú vezető beosztású emberek, mégis egy kicsit magunkra ismerünk a duzzogó Naámánban. Hiszen mi is kényelmetlenül érezzük magunkat akkor, amikor kicsúszik a kezünkből egy-egy helyzetnek az irányítása. Nem szeretjük, hogyha megmondják, hogy mit tegyünk. Az engedelmesség szó zavarba hoz olyan sokszor minket. És mi is képesek vagyunk haragudni és csalódottak lenni akkor, hogyha nem a terveink szerint alakulnak az életünk dolgai. Vegyük csak például ezt a tavaszi fél évet, aminek most a végén állunk. Mennyi mindenről kellett lemondanunk, csak néhány dolgot, ha említek, focikupa, osztálykirándulás, klasszikus értelemben vett ballagás, és mennyi előírást kellett betartanunk engedelmességből úgy, hogy egyébként semmi kedvünk nem volt ezekhez. Még Istennel kapcsolatban is így vagyunk, hogy imádságainkban sokszor nem csak azt mondjuk meg, hogy hogyan segítsen, hanem részletesen elmondjuk a tervünket, és kérjük, hogy valósítsa meg. Nem csak azt kérjük tőle, hogy adjon valamit, hanem megmondjuk, hogy pontosan mikor és hogyan adja meg. És végtelenül csalódottak és dühösek vagyunk akkor, hogyha a vágyaink teljesítése nem 100%-os lesz. Naámán haza akar menni. Vannak otthon jobb folyók, majd megmártózok azok egyikében. Jobb lesz, mint itt ebben a piszkos vízű Jordánban, gondolja. És lám, a kislány után most is a szolgák sietnek a segítségére, és észhez térítik, és rábeszélik, hogy mégiscsak engedelmeskedjen. Látjátok, mennyire nem mindegy, hogy kik vesznek körül bennünket, hogy milyen hatással vannak ránk, hogy milyen tanácsok hangoznak el a környezetünkből.
Szolgák nyitják fel Naámán szemét arra, hogy valójában egy apró lépés az, amit Isten kér tőle, a prófétán keresztül megmártózni a Jordánban valójában nem is nagy ügy. A nagy lépést, a gyógyítást pedig Isten fogja majd megadni. Mi is hajlamosak vagyunk az eféle kis lépéseken elbukni, mint itt Naámán tette majdnem. Isten csodálatos ígéretei egy ajtó nyitásra vannak tőlünk, és mi nem vagyunk hajlandóak még a kilincsre sem tenni a kezünket, hogy kinyissuk őket. Isten elkészíti a gyógyulást, nekünk csak fürödni kellene, és azt mondjuk, nincs nálunk fürdőruha. Isten igazi barátságokat készít el a számunkra, nekünk csak el kellene mennünk a közösségbe, és mi le tudjuk annyival, hogy kijelentjük, nincs kedvünk most hozzá. Isten családi békességet szán nekünk, és elkészíti, csak ki kellene mondani egymásnak néhány régóta elhallgatott mondatot, és mi le tudjuk annyival, hogy mondja ki inkább az a másik. Isten egy élhető, kiegyensúlyozott életet szán nekünk, csupán le kellene mondanunk néhány dologról, ami teljesen felesleges a jelenlegi életünkben, és mi le tudjuk annyival, hogy nem tehetjük meg, egyszerűen nincs rá módunk. Naámánnak éppen fürdőznie kellett, hogy meggyógyuljon. Mózesnek fel kellett emelnie azt az egyszerű botot, ami a keze ügyében volt, hogy ketté válassza a Vöröstengert. Egy kisfiúnak az uzsonnáját kellett odaszánnia, hogy 5000 ember jól lakjon Jézus csodája nyomán. Négy férfi hordágyon eresztett le a tetőről egy barátot, és csodálatos módon meggyógyult és talpra állt. Zákeus vacsorát rendezett Jézusnak, és üdvösséget kapott cserébe. Péter kivetette a hálóját, amikor Jézus azt mondta, és szakadozott a hatalmas fogástól, mert megáldotta ezt a halászatot az Úr. És nem sorolom tovább, számtalan bibliai példa van arra, hogy a kis lépést az embernek kellett megtenni, hogy Isten a nagyot mellé tegye. És az engedetlenség, ami ilyenkor úrrá lehet rajtunk, az a hitetlenségnek, vagy legalábbis a kis hitűségnek a jele. Nem hisszük el, hogy az Isten mellé fogja tenni a maga részét, ami sokkal hatalmasabb a mi apró részünknél. Amit Jézus tett, értem és érted, annál hatalmasabb lépés az emberiség történetében nem történt. És mégis az az apró lépés, amit nekünk kell tenni, hogy elfogadjuk az ő áldozatát, hogy a hitünkkel befogadjuk az életünkbe mindazt, amit elhozott a mi Urunk, sokszor nem tesszük meg, pedig semmi más nem kér cserébe. Csak fogadd el hittel, és bízd meg benne. Erre nem neki van szüksége, hanem neked és nekem. A mai üzenet tehát ennyi. Bízz az Úrban, és tedd meg bátran a következő lépést az ő tanácsa szerint. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy soha semmi olyat nem kérsz tőlünk, amire ne lennénk képesek. Bocsásd meg, kérünk, engedetlenségünket. Köszönjük, hogy vezetted ennek a tanévnek minden napján a lépteinket. Hisszük, hogy a te kezedből egy pillanatra sem csúszott ki az irányítás, és mindennek ismered az okát és célját. Rád bízzuk életünket a nyári szünet napjaiban is, és azzal az elhatározással indulunk neki ennek az újabb, szabadabb időszaknak, hogy meg fogjuk tenni mindazt, amit igédben kérsz tőlünk. Adj engedelmes szívet tanároknak, dolgozóknak, diákoknak, szülőknek a következő hónapokban is. Áld meg, kérünk, gazdagon azokat a társainkat, akik ősszel más iskolában folytatják majd a tanulmányaikat. Segítsd őket, hogy hitüket abban az új közösségben is megtarthassák. Vigyázz mindannyiunkra, testileg, lelkileg, és ha kedves neked, hozd el a következő személyes találkozásunk idejét is,
hogy együtt örülhessünk egymásnak és neked. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az év utolsó jóka is áhítatán, itt a záróének előtt hadd köszönjem meg mindazoknak, akik végig követték ezeket a közvetítéseket az elmúlt időszakban. Külön megköszönöm lelkésztársaimnak, hogy magától értetődőnek tekintették, hogy részt vesznek ebben a szolgálatban jelenlétükkel, énekükkel, imádságukkal. Külön köszönöm Nyeste Ferenc egyházmegyei gondnok úrnak, gyülekezetünk presbiterének a komoly technikai segítséget és sok munkát, ami által ilyen minőségben juthatott el ez a sok videó hozzátok. Köszönöm igazgatónőnek, tanártársaknak, osztályfőnököknek és hitoktatóknak, akik nagyon fontosnak tartották az áhítat ügyét a nehéz időkben is, és nem csak követték, hanem meg is osztották ezeket a videókat. És természetesen minden szülőnek és diáknak, akik sokszor tudom, hogy együtt ültek le a készülék elé, hogy Isten igéjét hallják. Köszönöm a kitartást, a kedves visszajelzéseket az elmúlt hónapok során. Szeptembertől reméljük, hogy majd személyesen folytathatjuk az áhítatokat, és addig is szeretettel ajánlom a gyülekezetünk alkalmait mindenkinek a figyelmébe, hogy személyesen is találkozhassunk majd. Legyen mindenért Istené a dicsőség és a hálaadás. Ezt fejezhetjük ki a záróénekünkben is, amikor a megkezdett 254. dicséret 6. és azt követő verseit énekeljük együtt. Valamiglen élsz ez árnyék világban, szent szándékkal ne hívj a gonoszságban, sőt életet foglaljad minden jóban, hogy lakozzál Istennek oltalmában, sok jók közt a békességet szeressed, és életedben mindenkor azt keressel. E világnak békességét ne nézzed, az ördöggel ne légyen közösséged. A felséges Isten szemei vannak, igazakon, kik csak ő benne bíznak, mint azok, kik tőle oltalmat várnak. Kérésükben mindig meghallgattatnak, igen közel az Úristen azoknak, töredelmes szívvel, akik lélekkel, akik járnak, sok ínségből bizton megszabadulnak. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és az Istennek békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.